harmadik alkalommal rendezte meg a Bringajka KSE a Kaphegyi időfutamot. Az eseményről Varga Orsolya küldött rövid beszámolót. A versenyen csaknem 80 versenyző teljesítette a megterhelő 17,5 kilométeres távot. A bringások az erdei aszfaltos úton kemény emelkedőkkel teli tűzdelt pályán érhettek fel a 699 méter magasan fekvő adótoronyig. A versenyen hazai sikerek is születtek. A Bringajka Kerékpáros Sportegyesület versenyzői közül a férfi Master 3-as kategóriában Garai József a 15. helyezést érte el, az U19-eseknél Monostori Samu lett az első, és Lakatos Patrik szerezte meg a bronzérmet.